Halálos tömegkarambol, három kamion és egy személyautó ütközött össze, a forgalmat elterelik. 110 000 diák jövője dől el, este kihirdetik a ponthatárokat. Indul a roham az albérletekért. Hőségtől szenved Nyugat-Európa, itthon extrém erős az UV-sugárzás, veszélyes lehet a napozás. A VB döntőért játszanak a női pólósok a spanyolok ellen, a győztes a tokiói olimpiára is jegyet vált. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Halálos tömegkarambol történt nemrég a 32-es főúton Jászfényszaró és 60 között. Ott van a helyszínen tudósítónk Barna Péter, hozzáfordulunk a továbbiakért. Szervusz, mit történt, mit lehet tudni? Szervusz, jó napot kívánok! Hogy pontosan mi történt, azt még a rendőrök is jelenleg nyomozzák, ami viszont biztos, hogy egy személyautó ütközött egy tehergépkocsival, méghozzá egy kamionnal, illetve a balesetben érintett volt még kettő kis teherautó, és ezeket hamarosan meg fogjuk önöknek mutatni. És ami a legszomorúbb, hogy egy halálos áldozata, illetve egy súlyos sérültje már van ennek a balesetnek, itt 60, illetve Jászfényszaró között a 32-es számú főúton, illetve a kamionban, illetve a két kis teherautóban utazó sofőrök is jelentős sérüléseket, tehát könnyebb, de inkább súlyosban hajló sérüléseket szenvedtek. Annyit tudunk itt a nyomokból, annyit tudtunk kideríteni, hogy eddig ismeretlen okokból a személygépjármű áttért 60 irányába haladva a szembe sávba, és ott frontálisan ütközött a kamionnal, amely a féknyomokból látszik, hogy megpróbálta elkerülni az ütközést, mert mint a kamion, és belecsúszott a szembe lévő árokba, és fel is borult az oldalára. A személygépjárműben ketten utaztak, egy úr és egy hölgy. Itt az úr rögtön életét veszítette a helyszínen, a hölgyet pedig a mentők szállították a Jászberényi kórházba. Egyébként őket a tűzoltók szabadították ki feszítővágókkal, ugyanis olyan mértékben roncsolódott a személyautó, hogy önerőből a rendőrök nem tudták őket kiszabadítani. A balesetnek részese volt még kettő darab kis busz vagy kis teherautó. Ők valószínűleg ráfutásos balesetet szenvedhettek a hirtelen fellépő fékhatásoktól. Az egyik az belecsúszott az árokba, a másik az viszont meg tudott állni a patkán, az út patkán. Jelenleg ott tart a helyszínelés, hogy teljes útzár mellett dolgoznak a rendőrök. Jelenleg ott vannak, hogy még a kamionmentőt várják, további autómentőket, hogy fel tudják számolni ezt a helyszínt. Az biztos, hogy több mint egy órán keresztül még teljes útzár várható, és még utána is fél pályás útlezárásra lehet számítani, tehát érdemes elkerülni ezt a területet. Barna Péternek köszönjük szépen. Egész héten kiemelten ellenőrzik a kamionokat és a buszokat a rendőrök itthon és más európai országokban is. Még mindig problémát okoz, hogy sok sofőr nem tartja be a kötelező pihenőidőket, fáradtan vezet, ezért figyelmetlen, elalszik menet közben. Mindez pedig rengeteg tragédiát okoz. Európa szerte ellenőrzik a teherautókat és buszokat vasárnapig. Az ellenőrzés keretében elsősorban a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok megtartását vizsgálják a kollégáim. Békés Csabánál a 44-es főúton razziáztak a rendőrök. Ez a sofőr azt mondta, ő is fontosnak tartja, hogy kialudja magát vezetés előtt. Szükséges az, hogy az ember a napi munkája után kipihenten tudjon a gépjárműbe ülni, mivel úton vagyunk, és ez folyamatos odafigyelést igényel. 130-al robogott a szerb turistabusz a múlt héten Kecskemét határában az M5-ös autópályán, pedig csak 100-zal mehetett volna. A rendőrök a buszokat is ellenőrzik a héten. A műszaki állapot mellett a sofőrök pihenő idejének betartását itt is kiemelten figyelik. Fő cél az, hogy erősítsük a közlekedés biztonságot. Az autóbuszok vezetőinél, illetve a tehergépkocsik vezetőinél nagyon fontos, hogy betartsák a kötelező pihenőidőket, hiszen hogyha nem kellően kipihent állapotban vezetnek, akkor előfordulhat, hogy nem úgy reagálnak veszélyhelyzetekre. Szúrópróbaszerűen személyautókat is megállíthatnak. Zalakomárnál ezt többször is megtették, és egyebek mellett az autópálya matricák érvényességét is ellenőrizték. Újabb világháborús bombák kerültek elő Budapest belvárosába. Az Erzsébet téren az Óriáskerék közelében találtak 18 robbanótestet. Ez nagyjából 100 kilónyi robbanóanyagot jelent. A környéket 50 méter sugarú körben lezárták, amíg a tűzszerészek dolgoztak. A bombákat már hatástalanították és elszállították. Újabbakat pedig nem találtak a műszeres keresésnél. A korlátozásokat ezért nem sokkal adásunk előtt feloldották.
A gazdaságvédelmi akcióterv részeként két intézkedés is hatályba lép mától. Az adóelőleg feltöltéssel tovább egyszerűsödik a vállalkozások adóadminisztrációja, mondta az MTI-nek a pénzügyminiszter. A fejlesztési adókedvezmény kibővítésével pedig még több beruházás valósulhat meg Magyarországon. Varga Mihály emlékeztetett, a kormány azért indította a gazdaságvédelmi akciótervet, hogy a gazdaság eredményeit a lassuló európai környezetben is megőrizze, és a hazai növekedés a következő években is legalább 2%-ponttal meghaladja az uniós átlagot. Eddig csak nem 14 ezeren vették igénybe a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását, írja a Magyar Hírlap. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár beszámolt arról, hogy a 10 millió forintos babaváró támogatást a kérelmezők főleg otthonteremtésre használják fel, ami nem csak lakásvásárlást, hanem a meglévő lakás korszerűsítését, bővítését is jelentheti. Hozzátette, a jelzálog hitel elengedés lehetőségével eddig 3100-an éltek. A Magyar Állam kincstár adatai szerint az indulás óta már 7000 autóvásárlási támogatás kérelmet rögzítettek, és jellemzően a maximális 2,5 millió forintos összeget igénylik. Salgótarjánban építi fel első külföldi gyárát a koreai Bamchan. Ez 200 új munkahelyet jelent a városnak. Az üzemben akkumulátorokhoz készítenek majd csatlakozókat. A beruházást több mint 2,5 milliárd forinttal támogatta a kormány. A magyar gazdaságpolitikának az egyik fő célkitűzése, hogy a hagyományos autóipari korszakot követően az új, modern, elektromos meghajtásra alapuló autóipari korszakban is Európa és a világ egyik vezető országa tudjunk lenni az autóipar tekintetében. És egyértelmű már az is, hogy ennek az új globális autóipari korszaknak a tempóját a koreaiak diktálják. Mától új összekötő úton és autópálya csomóponton átérhető el Fót és Mogyoród. Az átadón az innovációs és technológiai miniszter arról beszélt, az M3-as új csomópontja a Hungaroringet is összeköti az autópályával. A jövő heti Forma 1-es futamra már ezen keresztül lehet elérni a pályát. Ennek a mai átadónak a tárgyát képezi egy olyan csomópontnak az elkészítése, ami egy 5 milliárd forintos értékű beruházás keretében valósult meg, és összekötőt jelent Mogyoród és Fót irányába. Ennek a beruházásnak köszönhetően a két település közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot kapott a magyar nagysebességű úthálózathoz. Ma kiderül, hogy kik jutottak be az egyetemekre, főiskolákra, este 8 órakor hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, amelyek a felvi.hu-n érhetők majd el. A felvételizők SMS-ben is értesítést kapnak arról, hogy elért pontszámukkal melyik felsőoktatási intézménybe kerültek be. Idén is tartanak hivatalos ponthatárváró bulikat, Budapest mellett például Miskolcon és Pécsett is. Hamarosan indul a roham az albérletekért, miután kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, hamarosan az is kiderül, hogy ki mehet kollégiumba. Ilyenkor minden évben felpezsdül a kiadó lakások piaca is, országszerte, de főképp Budapesten és az egyetemi városokban. Amikor kihirdetik a felvételi ponthatárokat, gyakorlatilag ez egy kettős hatást indít el a piacon. Egyrészt felpörög a kiadó lakásoknak a kereslete, körülbelül 25-30%-kal, másrészt pedig több százal több kiadó lakást hirdetnek meg a tulajdonosok is. Ők pontosan tudják, hogy ez az az időszak, amikor érdemes meghirdetni a lakásokat kiadásra, hiszen ilyenkor tudják a legmagasabb áron és a leggyorsabban kiadni ezeket. Tehát ilyenkor egyszer élénkül a kereslet és a kínálat. Elérte Európát az Afrika felől érkező hőhullám, már 14 tartományra adtak ki narancssárga figyelmeztetést a spanyol hatóságok. A legmelegebbet Baszkföldön és Szaragózában mérték, ezeken a területeken jóval 40 Celsius fok felett alakult a hőmérséklet. Párizsban is már tegnap délelőtt 35 fokos volt a hőség, ma pedig még melegebb lesz. A meteorológusok szerint csütörtökön tetőzik a kánikula a nyugat-európai országokban. Egy hónapon belül ez a második hőhullám. A szökőkutaknál hűsöltek a turisták kedden a párizsi Eiffel-toronynál. A Szajna mentén kialakított strand is megtelt. Sokan csak víz közelben tudják elviselni a hőséget. Újabb erős hőhullám érkezett a hét elején Afrika felől Európába. Bordóban az ország délnyugati részén 41 fok fölötti rekordmeleget mértek. Előrejelzések szerint több más városban és Párizsban is rekordot dönthet a héten a hőmérséklet.
Az ország nagy részében narancssárga, vagyis a második legmagasabb szintű riasztást adták ki a hatóságok. Nagyon nagy a meleg, érezzük is a hatásait. Azt hiszem, kezdek leégni, panaszolta egy amerikai turista. Vannak azonban, akik örülnek a melegnek. Onnan, ahonnan jövünk, most éppen tél van, szóval jó egy kicsit elmenekülni a hideg elől, mondta egy Új-Zélandról érkező férfi. Spanyolország északi részén, San Sebastianban is már kedden délben 41 fokot mutatott a kijelző. 14 tartományra adta ki narancssárga figyelmeztetést a spanyol hatóságok. A legmelegebbet Baszkföldön és Szaragózában mérték, ezeken a területeken jóval 40 Celsius fok fölött alakult a hőmérséklet. Belgiumban 35 fokos meleggel köszöntött be a kánikula. Brüsszelben is sokan a szökőkutaknál kerestek felüdülést. Nincsen udvarunk és rendkívül nagy a meleg. Kijöttünk a szabadba és rábukkantunk a vízsugarakra. A gyerekeknek nagyon tetszik, mondta egy nő. Az általában hűvös Egyesült Királyságot is elérte a meleg. Megteltek a strandok a Szigetország délkeleti részén. Londonban is sokan kihasználták a jó időt, szinte zsúfolásig megtelt a város egyik legnagyobb parkja, a Hyde Park. Voltak, akik napoztak, míg mások aktív kikapcsolódást választottak és csónakba szálltak. Sokan pedig a fák árnyékában pihentek. Több helyen egészen 33 Celsius fokig szökött a hőmérő higanyszála a brit fővárosban, a hét további részében pedig várhatóan még melegebbre kell készülni. Csütörtökön megdőlhet a júliusi melegrekord a Szigetország keleti részén. Az árnyékban még elviselhető az idő, de ha közvetlenül érnek bennünket a napsugarak, nagyon meleg van. Nem tudom, hogy azért érezzük-e így, mert nem idevalósiak vagyunk, mondta egy skót fiatal. A szokatlan melegben az ország déli részén lévő Longleat-i Safari Park oroszlányait is jéggel hűsítették. A meteorológusok szerint csütörtökön tetőzik a kánikula a nyugat-európai országokban. Egy hónapon belül ez a második hőhullám. Extrém UVB-sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen, 11 és 15 óra között pedig lehetőleg senki se napozzon. Folytatja az intenzív szúnyogírtást a katasztrófavédelem. Azt mondják, idén olyan területeken is írtani kell, ahol erre az előző években nem volt szükség. Jövőre még több kellemetlenséget okozhatnak majd a szúnyogok. Az Európai Unió ugyanis szigorítja, hogy milyen szerekkel lehet majd permetezni a repülőkből és a helikopterekből. Nagyjából egy olyan 5-600 fokos hőmérsékleten történik a befecskendezés. Az úgynevezett kötképző generátor működését mutatja Varga Péter. A békési vállalkozás a földről végzi nap mint nap a szúnyogírtást, ilyen autóra szerelt berendezésekkel. Az egészségügyi gázmester azt mondta, a sok szúnyog miatt egyre több megkeresést kapnak az önkormányzatoktól. Az idei év ez például az egy meglepő év volt, mert van néhány település, amivel rendszeresen végezzük a szúnyoggyérítést, de most az idei évben bejelentkeztek különböző kisebb települések, ami számunkra is meglepő volt, mert például olyan helyeken kellett dolgoznunk, ahol helyismeretünk szinte semmi nem volt, de hát ilyenkor azért van egy kísérő velünk az önkormányzatoktól, és azért igen jól be tudjuk járni ezeket a területeket. Ez pedig már a Farkashegyi repülőtér, ahol a keddesti szúnyoggyérítéshez készítették elő a repülőgépeket. A vegyszer az adott, az rajta van a gépkocsin, a kis szivattyún keresztül pedig bejuttatjuk a tartályba. A Budakesziről felszálló pilóták a Velencei tó, a Dunakanyar és Budapest térségében írtják a csípős rovarokat két AN-2-es repülőgéppel. A speciálisan erre a célra kialakított légjárművekkel több mint 500 liter per metszert tudnak egy felszállással a levegőbe juttatni. Országszerte eddig csak nem 1200 település területén volt szúnyogírtás az elmúlt hetekben. Mindjárt a fő oldalon elérhető a szúnyoggyérítés menüpont. Várhatóan a jövő évtől szigorodnak az uniós előírások, és 2020-tól a kémiai írtószereket már nem lehet majd repülőgépekről szórni. Ez azonban nem jelenti, hogy leállnának a munkával. Jelenleg is a szúnyoggyérítésnek a 40%-a az földi úton történik. Ez azt jelenti, hogy autók mennek végig a településen, és napnyugta után egész éjszaka permetezik az adott területet. A légi lehetőség szűnik meg 2020-tól, de csak a kémiai, a biológiai írtószert, amelyel a lárvákat gyérítik, a lárvák számát, az változatlanul légi úton is kijuttatható lesz.
A települések egyedi értesítést kapnak a katasztrófavédelemtől a szúnyogírtás pontos időpontjáról és módjáról. Újabb két hajóval bővült a vízimentők balatoni flottája, a járműveket adományokból vásárolta meg a szervezet. A hajók bármilyen időjárási körülmények között bevethetők, könnyen lehet velük manőverezni, nagy méretük miatt pedig egyszerre 6-8 embert is ki tudnak menteni a vízből a vízimentők. Ez egy nagyon jelentős pillanat a mostani, ahol két újabb olyan mentőhajót fogunk pillanatokon belül jelképesen is megkapni, ami a rendszerbe fogunk állítani, és a strandi vízimentés, a mélyvízi mentés, a búvárszolgálat, a rendezvénybiztosítás, a rádiós diszpécser segélyhívó szolgálatot mind erősíteni fogja ezek az adományok. Jelentősen növeli a magyar kormány a honvédelemre szánt költségeket, jelentette be tusványos a német Szilárd miniszterhelyettes. 2020-ban az ideinél 173 milliárd forinttal nagyobb összeget, összességében 616 milliárdot költenek honvédelemre. A magyar kormány azt az álláspontot képviseli, hogy Európa határait a Schengeni Egyezmény elvei szerint kell megvédeni, ebben pedig a honvédség minden erejével kiveszi a részét. A magyar kormánynak a legfontosabb álláspontja ebben a kérdésben, hogy a katonákra kell alapoznunk. Tehát nem lehet csak a haderőre, nem lehet csak a technikára, a technikai fejlettségre, hanem a katonákra kell alapoznunk a hadseregünknek a megújítását, és ezért mi megbecsüljük és tiszteljük a katonáinkat, és megfelelő anyagi körülmények között szeretnénk, ha jöhetnének. Ezért hajtottuk végre az 50%-os béremelést, és most 2020-ban egy újabb béremelés jön a katonák számára. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen az elmúlt 30 évben olyan gondolatok születtek meg, amelyek azóta a magyar nemzetpolitika alappillérei lettek. Erről beszélt Potápi Árpád János az egyhetes rendezvény megnyitóján. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ilyen volt a státusztörvénynek a gondolata, az alaptörvénynek a sarkalatos meghatározása, hogy Magyarország a határon túli magyarságért felelősséget visel, vagy éppen a kettős állampolgárság. Toróté Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy a kommunizmus örökségével való szembenézés miatt született meg 1989-ben a Szabad Egyetem gondolata. A szakadó eső ellenére igazi fesztivál hangulat volt este a Tusnád fürdői kempingben. A tusványosra érkezett fesztiválozóknak a nulladik napon a Magashegyi Underground, majd pedig a Quimby zenélt a Bálványosi Szabad Egyetem nagy színpadán. Szerdán hivatalosan is megnyitották a Szabad Egyetemet. Az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke arról beszélt, 30 évvel ezelőtt, amikor létrejött a rendezvény, a legfontosabb cél az volt, hogy szembenézzenek a kommunizmus örökségével. Toróté Tibor emlékeztetett, hogy az első Szabad Egyetemet 5 hónappal a temesvári forradalom előtt tartották. Előttünk zajlik az, hogy a temesvári forradalmat már néhányszor 30 év alatt el akarták lopni tőlünk. Ki akarják radírozni Tőkés Lászlót a történelemből. Hogy az nem sikerült, az azt hiszem, hogy nagy mértékben a mi érdemünk is. Az, hogy évről évre ezt felidézzük. Hozzátette, évről évre részt vesz a Szabad Egyetemen Tőkés László, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart majd előadást most is az záró napon. Egy a tábor. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborban az elmúlt évben olyan gondolatok születtek meg, amelyek azóta a magyar nemzetpolitika alappillérei lettek. Erről beszélt Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ilyen volt a státusztörvény gondolata, az alaptörvénynek az a fontos pontja, hogy Magyarország a határon túli magyarságért felelősséget visel, vagy éppen a kettős állampolgárság. Hozzátette, ezek nélkül ma sem Magyarország, sem a magyar nemzetpolitika nem lenne elképzelhető. Az államtitkár a kormányzati munkáról szólva kiemelte, 2010 és 2014 között kiépült a nemzetpolitika keretrendszere. 2014 és 2018 között pedig a kabinet célkitűzései közé került, hogy a magyarok a szülőföldjükön boldogulhassanak. Ma azt mondhatjuk, hogy 18 és 22 között a nemzetpolitikai alapcélkitűzések, az identitás erősítés, a családoknak a támogatása és a versenyképesség, munkaalapú társadalomnak az építése Magyarországon, illetve az egész Kárpát-medencében, ami jelenti a magyar közösségek, a magyar vállalkozások,
a magyar emberek, a magyar társadalom gazdasági megerősítését is. Tusványost azt teszi egyedülállóvá, hogy non-profit, emelte ki Németh Zsolt. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke hangsúlyozta, ezen kívül manapság már nincs olyan fesztivál, amelyet ne pénzért csinálnának. A Szabad Egyetem idei kiemelt témája az első világháború 100. évfordulója, továbbá a rendszerváltás utáni 30 év. De a meghívott politikusok és szakértők értékelik az idei európai parlamenti választás eredményét is, és több pódiumbeszélgetést szentelnek Európa jövőjének. Az első nap estéjén a fesztivál nagyszínpadán fellép Nagy Feró és a Beatrice, valamint a Magna Cum Laude. És a programok természetesen ma is folytatódnak, egészen szombatig. Kapcsolunk is Tusnádfürdőre Izsák Ildikóhoz. Szervusz, mi lesz a mai menetrend? Jó napot kívánok, szervusz! Hát Tusványos 30 rendezvény helyszínén megközelítőleg 100 program zajlik csak ma, úgyhogy mindenkinek van, kinek-kinek ízlése szerint lehet szemezgetni ebből. Tusványoson ugye ma kezdődtek a komoly programok. Itt a mögöttem lévő fősátorban éppen vége fele tart az a beszélgetés, amely a közép-európai, európai politikáról szól. Különben ez a fő téma most a fősátorban, éppen az EP választások utáni helyzetet elemzik, de szó lesz NATO bővítésről és ugye a rendszerváltás 30 évforduló kapcsán a vasfüggöny lehullásáról is. Ma nyílik a Nemzetpolitikai Államtitkárság sátra is, ez a Bethlen Gábor sátor, itt a családpolitika mellett egy szakértői, kutatói panel is lesz szintén ebben a témában. A Kós Károly sátor kiemelt témája az Uszvölgyi temető helyzete körül kialakult konfliktus. Aki pedig könnyedebbre vágyik, annak a Kriza János néprajzi sátor vagy a Magyar Teátrum is kínál színes programokat, például ez utóbbiban lehet találkozni az esti koncert két fellépőjével, hamarosan a Magna Cum Laude tagjaival és Nagy Feróval. Egy másik helyszínen kiállítás nyílik a Rákóczi emlékhely kapcsán, és a nagy színpadon pedig este a két nagy koncert zárja a napot, itten idő szerint 8-tól Magna Cum Laude, 10-től pedig Nagy Feró. Zsák Ildikónak köszönjük szépen! A Kárpát-medence legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvényét tartják augusztus közepén a Bács-Kiskun megyei Bugacon. A Magyar Turán Alapítvány által szervezett Ősök napján lovas versenyeket, harci viadalokat és különféle bemutatókat láthat a közönség. Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén ezúttal is felépítik a világ legnagyobb jurtáját. Most nem csak a magyarság, az ősi magyarság, meg ezeknek a nomád népeknek a katonai erejét szimbolizáljuk egy sereg szemlével, hanem előtte lesz egy úgynevezett a magyarok vonulása, egy nagy nomád vonulás, málhás állatokkal, lovakkal, azt a kort idéző nomád szekerekkel, tevékkel, tehát tulajdonképpen egy nagyon érdekes nomád vonulás lesz, ilyen még nem volt Európában. Minden eddiginél több, összesen 18 virág kompozíciót láthatnak a nézők a jubileumi 50. Debreceni virágkarneválon. A díszítésekhez is rekordszámú 1 millió dália érkezik Hollandiából. A virágkocsik az elmúlt 5 évtized legjobb alkotásainak megújult változatai lesznek. Az impozáns felvonulás mellett a szervezők több mint 100 kulturális programmal várják a látogatókat. A belvárostól egészen a nagy erdőig, a város számtalan pontján lesz majd szórakozási lehetőség, lesz lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak különböző korosztályok a programsorozatban, és hát 21-én este megismételjük, ezzel zárjuk majd, hiszen tavaly nagy siker volt, 21-én este egy újabb karneváli menettel zárjuk majd az egész karneváli hetet. Fél idejéhez érkezett a 29. Művészetek Völgye Fesztivál. Akik még nem jártak az elmúlt 5 napban, vagy az elmúlt 3 évtizedben Kapolcson és a szomszédos településeken, még vasárnapig van idejük, hogy belekóstoljanak a hangulatba. Idén még zöldebb a Művészetek Völgye, sok szó esik a környezetvédelemről. Tömeg volt hétfő este a Random Trip koncertjén, akik a Panoráma színpadon léptek fel Kapolcson a Művészetek Völgyében. A koncertek mellett például házfalakra vetített filmeket is nézhettek azok, akik inkább a visszafogottabb programokat keresték. A több ezres tömeg 35 helyszínen szórakozhat a fesztivál 10 napján. Voltak visszajáró vendégek. Nagyon régóta járunk Művészetek Völgyébe, nagyjából egy bő 10 éve igyekszünk minden évben lejárni, és hát nagyon szeretjük.
nagyon sok jó emlék fűződik hozzá. És voltak olyanok is, akik most először jöttek el Kapolcsra. Nagyon tetszik nekünk ez a fesztivál, most vagyunk itt először, és igazából már régebb óta ki szerettük volna próbálni ezt a fesztivált, mert nagyon sok jót hallottunk barátoktól, ismerősöktől. A 29. Művészetek Völgye Fesztivál fókuszában idén a környezettudatosság és a fenntarthatóság áll. Nagyon sok programot ennek jegyében állítottak össze a szervezők. A tűzoltó szertárban például elektronikai hulladékból lehetett szobrokat készíteni. Volt, aki robotot épített. Ide ragasztottam 2 kazettának a dobozát, azok a karjai, és így ki is lehet nyitni. Az első fesztivált 1989-ben rendezték meg először Kapolcsi Napok néven. A mese és a történet úgy hozta, hogy csatlakoztak a szomszéd települések, és végül 1995-ben megszületett 4 településsel a Művészetek Völgye, amely egyre tágasabb lett, egyre nagyobb lett, és egyre jelentősebb lett a magyarországi kulturális életben és a fesztivál életben. A Művészetek Völgye Fesztivál idén 1500 programmal 3 településen, Kapolcson, Vigánpetenden és Taliándörödön várja a vendégeket vasárnap estig. Újabb neves fesztivál kezdődik, Székesfehérváron ma nyitja meg kapuit a Fezen, Rába Henriettától pedig azt is megtudhatjuk, hogy mivel várják a fesztiválozókat a következő napokban. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket. Igen, folyamatosan érkeznek egyébként a lakók ide a Fezenre. Ők azok, akik a néhány nap során sátrakban fognak élni. Ma egyébként ez a beköltözős nap. Én ma még csak a nagy színpadokon kívül a sátrakban fognak zenélni majd az előadók. Összesen 120 előadó vesz részt egyébként a fesztiválon. Világsztárok, mint például Thomas Anders a Modern Talkingból, vagy a Dream Theaters, aki ugye Amerikából érkezik, és magyar előadók közül itt lesz például Ákos, Majka, Quimby, a Halott Pénz, a Well Hello, és hosszú idő után először koncertezik közösen Hobo és a Deák Bill. 6 színpadon zenélnek majd az előadók pop, rock, metal és más műfajokban is. Itt egyébként ma tehát délután kezdődnek majd a koncertek, 16 óra 30-kor, 30 körül kezdődnek az első koncertek, mint ahogy említettem, nem a nagy színpadon, hanem a sátrakban. És idén is egyébként, mint máskor is minden évben, körülbelül olyan 50 ezer látogatóra számítanak a szervezők. Itt tehát már Székesfehérváron, a Fezen Fesztiválon elindult a buli. Rába Henrietta, köszönjük szépen! Az eddigi legnagyobb 9 tonnányi elefánt agyar csempészárut foglalták le a szingapúri hatóságok a városállam kikötőjében. A 13 millió dollár értékű szállítmány a Kongói Demokratikus Köztársaságból Vietnámba tartott. A célállomás azonban az illegális kereskedelem felvevő piaca Kína lett volna. A szingapúri vámőrség raktárában őrzik a lefoglalt elefántcsontokat, mintegy 9 tonnányit. Ez az eddigi legnagyobb fogás, legalább 300 afrikai elefánt agyarát próbálták becsempészni. Az átszámolva több 100 millió forintot érő szállítmány Kongóból Vietnámba tartott, a szállítólevélen fűrészáru volt feltüntetve. A szingapúri hatóságokat a kínai vámosok értesítették, ők ugyanis egy ideje követték a szállítmányt, amelyet a feltételezések szerint Kínába akartak eljuttatni. Az ázsiai ország ugyanis az illegális elefántcsontkereskedelem legnagyobb felvevő piaca. Főként ékszereket, ajándéktárgyakat készítenek belőle. Az elefántcsont ugyanis tömör, kemény, de jól fűrészelhető, faragható, véshető, csiszolható. Különösen értékes a Kongóból, azaz Nyugat-Afrikából érkező agyar. Ezek ugyanis jobb minőségűek, mint a kelet-afrikaiak vagy az indiaiak. A lefoglalt elefántcsontokat megsemmisítik, hogy ne kerülhessenek ismét a fekete piacra.